életmű tulajdonképpen tablókon jelenik meg. Tehát 16 tablót csináltunk, amiből két szöveges tabló van, a többi pedig kép és szöveg. A képek ábrázolják azokat a munkákat, amik bizonyos témákban készültek az évtizedek során, amióta ezzel a dologgal én egyáltalán foglalkozom. A jelenre utaló dolgok a kisebb kompozíciók, amik valójában már az elkészült anyagok darabolásából és újra összeállításából készültek, és kifejezetten képi céllal, tehát fölakasztható képek formájában, és nem utolsó sorban kiállítási céllal, mert ez az egész technika használati célt illetően is arra alkalmas, hogy nagy tereket, nagy felületeket készítsünk el, és ezeket a nagy textileket bizonyos terekbe fölfüggesszék, egyrészt a meleg érzet és hatás miatt, másrészt nem utolsó sorban az akusztika miatt, meg hát a szépség okán is. Az anyagokat, tehát a textil alapanyagot mi szálas anyagnak nevezzük. A szálas anyag önmagában vagy bálákba, vagy kupacokba, vagy valami módon kerül a kezünk alá. Ezekből elsősorban kártológéppel elemi szálakra bontjuk és szálbundává alakítjuk. Ez a bundává alakítás lehetőséget kínál arra, hogy különböző színek egymás mellé kerüljenek, és főként színátmeneteket képezünk az egymás mellé rakott színekből. Egy-egy ilyen munka úgy készül, hogy az ember anyagdarabokat rakja egymás mellé egy bizonyos gondolat mentén, és utána szorgos kézzel összevarogatja egy egyszerű varógéppel, majd ő applikálja keretre, hogy egy képet alkossanak. Igyekeztünk úgy összeállítani az anyagot, hogy egymásnak kicsit válaszoljanak az egymás mellé fölfüggesztett munkák, másrészt pedig mutassák azt a sokféleséget és sokoldalúságot, amit a technika is kínál, meg amit magamban érzek a természettel való kapcsolat, kultúrával, múlttal és jövővel kapcsolatosan.